úgy gondolja, hogy ő tud vezetni. És nagyképűen ül be az autójába, és megy az autópályán nem tudom mennyivel. Hát mindenképpen azt ajánlom, hogy próbáljon ki egy ilyen versenyt. Üljön be egy versenyautóba, és szerintem az első verseny után letörik a szarvat. Feleki Vitolt barátommal 2006-ban találtuk azt ki, hogy itt a Suzuki kupában elkezdünk építeni egy csapatot. Azt gondolom, hogy az eredményeink és a pilótáknak a véleménye teljes mértékben tükrözi azt, amit mi szerettünk volna megvalósítani. A csapatunk versenyezés versenyeztet a Suzuki kupában, de nagyon fontos célnak tartjuk azt is, hogy fiatal tehetségeket felkutassunk és felkaroljunk. Még csak 14 éves vagyok és nincs jogosítvány. Ez a második évem a Suzuki kupában. A gyorsasági szakáknak volt egy olyan döntése, hogy a tizenévesek is kipróbálhatják magukat jogosítvány nélkül ebben a kategóriában. És rengeteg gokártos, élpilóta jött át ebbe a kategóriába. Számomra az autóversenyzés egy kihívást jelent, illetve egy gyerekkori álom megvalósulását. Biztos, hogy sokan álmodnak arra, hogy autóversenyzők lesznek. Nekem úgymond így beteljesült. Van egy lány a csapatunkban, aki azért nagyon-nagyon el tudja gyepálni a fiúkat. Sok férfi versenyzőtársam azért minden verseny után gratulál, és tényleg úgy állnak hozzá, úgy kezelnek, mint egy versenyzőt, nem pedig úgy, mint egy szöszi lány. Az én jó édesanyám csukoljon otthon egész nap, tehát valaki miattam hibázik, azt nem tudtam volna feldolgozni, úgyhogy én próbáltam mindenkit elengedni a pályán, vagy legalábbis lehúzódni. Amikor megjelenek magas sarkúban miniszoknyában, és beköpöm azt, hogy autóversenyző vagyok, akkor soha nem hiszik el, hogy ezt csinálom. Aztán mondom nekik, hogy nézzék meg a honlapot, az RC Motorsport honlapját, én úgy gondolom, hogy ma Magyarországon a Suzuki kupában versenyezni, ez egy elérhető kategória lehet sok ember számára. Alapvetően széria autóból indul ki az egész, csak a futómű, ami verseny, és minimális alkatrészigénnyel jár. Én szeretnék majd feljebb lépni nagyobb kupasorozatokba. Aki ezt az autót el tudja vezetni professzionális szinten, az azt gondolom, hogy más kategóriában is meg fogja állni a helyét. Még nem állítottak meg gyorsfajtát jönni. Ha nem nyerek, nem sikerül nyernem, akkor általában gondolkodok és pörgök még utána fél napra, egy napra később is. Meg kell hagyni, vannak elég kemény csaták, és tényleg oda kell tennem magam, hogy megálljam a helyem köztük. Azt szerettem a versenyzésben leginkább, hogy sebesség, nagy a sebesség, és hogy felnőttek ellen tudok versenyezni, és kipróbáltam magamat. Van bennem félsz, persze egyértelműen ez a testi épségemet, azt féltem, de mindenképpen azért a gázt azt szeretem nyomni. Igen. Most jelen pillanatban, pláne, hogy vezetjük a bajnokságot a kvalifikációkon, azért az első két sorban ott szoktunk lenni, így most menők vagyunk, igen.